Így néz ki a gondos óra, rajta egy jól látható gombbal. Ezt kell megnyomni, ha baj van. Nem csak hirtelen fellépő egészségügyi probléma esetén, hanem különféle élethelyzetekben is jó, vagy akár életmentő szolgálatot tehet ez a kis szerkezet. A szolgáltatás ingyenesen igénybe vehető a 65 éven felüliek számára. Csütörtök délután Nyírbogáton egy a térségben élő idősek számára tartott előadás során hívták fel a figyelmet arra, miért érdemes mielőbb regisztrálni a programra. Mi nem csak beszélünk arról, hogy a nyugdíjasoknak a nyugdíj értékállóságát biztosítani kell, hanem teszünk is érte napról napra, hétről hétre és évről évre. A gondos óra program az a kormány egy olyan megnyilvánulása az idősek tekintetében, amely példaértékű, hiszen minden 65 év feletti magyar állampolgár jogosult ezen ingyenes szolgáltatásra, és ilyen formán egy biztonságot is szeretnénk a gondos óra programmal nyújtani az időseinknek. 2022. márciusában Nyírteleken Fülöp Attila gondoskodás politikáért felelős államtitkár adta át az első gondos órát egy helyi idős házaspárnak. Az azóta eltelt időben már csaknem 500 ezeren regisztráltak a kormány által indított programra. Juhász Roland, a programért felelős társaság ügyvezetője előadásában kiemelte, a gondos óra egy európai szinten is egyedülálló szolgáltatás. Van egy óra, egy digitális eszköz, egyetlen gomb van rajta, pont azért, hogy egyszerűen, könnyen kezelhető legyen. Ennek a megnyomásával egy 024-ben elérhető diszpécser központ fog rendelkezésre állni a felhasználónál, ahogy valamilyen bajba került, és ugye ebben kér segítséget. Minden típusú problémában igyekszik a diszpécser szolgálat segíteni, tehát nem csak baleset vagy életveszélyes helyzetben, természetesen akkor is közvetlenül tudják hívni a segélyhívókat, de minden más egyéb szociális problémában, élethelyzet megoldásában segítséget nyújtanak. Ugye a programnak a legfontosabb hívószava, a legfontosabb üzenete, hogy szeretnénk az időseket minél tovább a saját otthonukban tartani, ugye azzal, hogy nekik egy biztonságot nyújtunk, ugye nagyon sok olyan élethelyzet van már ebben az életkorban, sokan vannak, akik egyedülállók is, hogy nem biztos, hogy meg tudják oldani ezt a problémát. Juhász Roland hangsúlyozta, nagy eredmény, hogy az eltelt időszakban már nagyjából 500 000-an regisztráltak a programra. A népszerűsítési akció azonban folytatódik. Mint mondta, a terv az, hogy 2025 év végére a 2 milliót is meghaladja a felhasználók száma.